Zóna TV. Kapcsolatot teremtünk. Iratkozz fel csatornánkra. Caritas Bál. Sikeres együttműködés a jótékonyság jegyében. Helyi értékköreink. Közös kiállítást tervez Nyirád és még két település. Kezdődnek a tavaszi munkák. Magbőrzét tartottak Hegymagason. Alkotói pályázat. A katasztrófa védelem várja az iskolások műveit. Az Eszelbau építőipari és kereskedelmi Kft. Magas és mélyépítési munkálatok generál kivitelezésével foglalkozó vállalat. Jelenleg is bővíti munkavállalóinak körét. Kőműves, festő és építőipari segédmunkás munkatársakat keres, akiknek egész évben biztosítják a foglalkoztatást. Részleteket a vállalat honlapján találnak az érdeklődők. Tehát, ha állást keres, Eszelbau Kft. Tapolca. A Zóna Körzeti Televízió legfrissebb adásával jelentkezünk. Köszöntöm nézőinket, Penk Mónika vagyok. Műsorunkat megtekinthetik a PR Telekom, a TAR Kft., valamint a Magyar Telekom kábelszolgáltatók digitális rendszerén. Ez azt jelenti, vételkörzetünk már több mint 80 településből áll. Mai adásunkban is a Balatonfelvidék, Ajka, Tapolca, valamint Sümegés térsége eseményeiről készítettük műsorunkat. Farsang utolsó szombatján rendezték meg hagyományteremtő céllal az első főegyházmegyei jótékonysági Caritas Bált a Sümegi Hotel kapitányban. A rendezvény bevételét a Kárpát-aljai menekültek és a megyei Caritas támogatására fordítják. A zenés táncos mulatság két fővédnöke, dr. Udvardi György veszprémi érsek és Polgárdi Imre a Veszprém vármegyei önkormányzat elnöke volt. A táncegyüttes műsorát követően Lovró Krisztina, a bál ötletgazdája köszöntötte a résztvevőket, és elmondta, hogy hagyományt szeretnének teremteni a jótékonysági bál megrendezésével. Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos szervezetének igazgatóhelyettese köszönetét fejezte ki nem csak a szervezőknek, hanem a bál összes résztvevőjének, hogy segítik céljuk megvalósítását, a kárpátaljai magyarok megsegítését. Szemléletesen bemutatta, hogy milyen helyzetben vannak a Kárpátalján élők, s miért fontos támogatnunk őket. De a nyilvánvaló okok mellett másról is szólt. Az a másik ok meg az, amit a hitünk mond, hogy segítenünk kell másokon, és amit a szívünk súg, hogy oda kell tennünk ezt a személyes szeretetet. És nagyon köszönöm, hogy önöknek is ezt súgta a szívük, és eljöttek, és részt vesznek ebben az összefogásban. Szijjártó László, a Veszprémi Főegyházmegyei Caritas igazgatója köszöntő beszédében három szó kapcsán fejtette ki a bállal kapcsolatos érzéseit. Amit érzek most a szívemben, az öröm, a hála és a köszönet. Polgárdi Imre, a bál egyik fővédnöke, a Caritas és a vármegyei önkormányzat jó kapcsolatát emelte ki. Évek óta jó kapcsolata van egymással. Különböző akciókban részt veszünk, nem nagy dolgokat, de kicsi, apró segítségeket tudunk adni. Gyerekeket nyaralhatunk például a csapakon minden évben. A bál másik fővédnöke, dr. Udvardi György érsek, a köszönet szavai után az adományozás és a bálozás kapcsolatáról szólt. Nagy bajban lévőket szeretnénk segíteni. Jó alkalom ehhez egy bál. Nincs nagy diszonancia a kettő között. És úgy gondolom, hogy nincs. Éppedig azért nincs, mert a kultúránkhoz mindig hozzátartozik a napnak a megünneplése, annak megünneplése, akik vagyunk, és ez sosem felettetheti el velünk, hogy mindig szükség van a rászorulókhoz segíteni. Éppen ez a kezdeményezés is
egy adományozás kultúrájának az erősítését, a szolidaritás kultúrájának az erősítését hivatott szolgálni. Három település szakemberei tanácskoztak Nyirádon a helyi értékköreink program keretén belül arról, milyen módon tudják minél szélesebb körnek bemutatni a települési értékeket. Halimbával és Zalahaláppal együttműködve értéknapra készülnek, mely elsősorban a bányászati emlékeket idézi majd fel. A rendezvény és az előkészítés az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával, a Közép-Dunántúli Szövetség, az Ifjúságért Szervezet és a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatóságának szakmai koordinálásával valósul meg. A mi álmunk, vágyunk a projektben az volt, hogy induljon el Veszprém megye három térségében egy olyan értékalapú, közösségépítő, több lépcsős, komplex, tematikus együttműködéseket segítő folyamat, amely a településeknek az együttműködését is fogja segíteni. Az Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával már a tavalyi évben valósultak meg rendezvények a helyi értékköreink projekten belül Nyirádon, Halimbán és Zalahalápon. Idén is hasonló attrakciókra készülnek, a tervek szerint egy közös kiállítást hoznak létre. Ennek előkészítése történt meg ezen a délutánon. A helyi értéktárbizottságok tagjai, civil szervezetek képviselői és az önkormányzatok vezetői voltak jelen. A Veszprém megyei Művelődési Intézet által nyert pályázat keretében a kis települések együttműködésére támaszkodnak abban, hogy a helyi értéktárak, a helyi feltárt értékek minél jobban megjelenítésre kerüljenek, és minél szélesebb körben publikálásra kerüljenek. Az érintett települések egy tematikát fognak közösen megjeleníteni. A három település a bányászat köré csoportosította ezt az elképzelését, ami három elemből áll, mégpedig a bányák múltja, tehát ipartörténet bemutatása, a bányák jelene, tehát a bányaterületek ma milyen funkciókkal élnek tovább, illetve a bányászatnak köszönhetően feltárt fosszíliák, illetve kövületeknek a bemutatása. Ugye Zalahaláp is erős ebben, Halimba is erősebben, Nyirád is erősebben, és ehhez fogjuk az egyes településeknek a tudásbázisát egy kiállításba, egy tematika alá betenni, és nagyon fontos eleme lesz a kiállításnak a tárgyi eszközök, a múltbéli bányászati tárgyi eszközök, illetve a bánya annó fotókiállítás. A helyi értékköreink program támogatását biztosító pályázatot a Köszi, azaz a Közép-Dunántúli Szövetség az Ifjúságért Szervezet nyerte el, mely évek óta együtt gondolkodik a településekkel az értékfeltárásban és a továbbörökítésben, hangsúlyozta Hofner Tibor, a Köszi bázis vezetője. A két éves program több részletben valósul meg. Első körben nagyon fontosnak tartottuk, hogy azok a települések, akik együtt gondolkodnak velünk, 9 ilyen település van, azokkal beszélgessünk az értékeikről. Nézzük meg, hogy hogy áll most helyben az értéktáruk, van-e értéktár, működik-e, vagy ha nem működik, akkor mi az oka, hogy nem működik, és egy picit tegyük fókuszba a helyi lakosok előtt a saját értékeiket. Sok-sok ilyen beszélgetés zajlott, minden településen jártunk több alkalommal, és közösségi beszélgetések formájába próbáltuk meg feltárni első körben, hogy mi a jelenlegi helyzet. Következő lépésként pedig azt szeretnék elérni, hogy az egymáshoz közeli települések mikrotérségként gondolkodjanak együtt. Erre hivatott ez a mai találkozás. Visszatekintünk arra, hogy mi történt az előző évben, hogy zajlottak le a települési beszélgetések, értéknapok. Egy picit megnézzük, hogy ebből milyen eredmények jöttek ki, mit gondolnak erről a helyiek, azok, akik aktív résztvevői voltak. Majd egy következő lépésként igyekszünk összerakni közösen a három településsel egy olyan értékünnepet, egy olyan kétnapos rendezvény sorozatot, mondhatnám azt,
ami a mikrotérség lakóinak mutatja be az egyes települések értékeit, és bemutatja azt is, amit esetlegesen ők azt gondolnak, hogy nem csak a saját településünkön fontos, hanem mindannyiukban van közös pont. Nyirád, Halimba és Zalahaláp esetében tehát a bányász múlt megmutatására készülnek. A közös tárlatnak Nyirád fog helyszínt biztosítani. Erre a színes tartalmas programokkal együtt május 19-én és 20-án kerül sor. Közös gyermeknapot tartanak, majd másnap a hagyományos májusfa kitáncolás következik, melynek szervezésében élen jár a Nyirádi Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület. A partner települések civil szervezetei, művészeti csoportjai is fellépnek, hiszen ők a legjelesebb helyi értékközvetítők. A program előkészítésében és megvalósításában a Nemzeti Művelődési Intézet Veszprém megyei igazgatósága folyamatos szakmai segítséget nyújt. Az Európa Kulturális Fővárosa 2023-ról szóló híradásokat támogatta a tapolcai székhellyel működő Eszelbau Kft. Hozd el a felesleges saját gyűjtésű vetőmagjaid, tőosztással vagy dugvánnyal szaporítható növényeid, hogy elcserélhesd vagy továbbadhasd. Olvasható a Hegymagasi Magbőrze szervezőinek felhívásán. A hétvégi találkozóra olyan kertművelőket vártak a művelődési házba, akik szívesen elajándékozták vetőmagjaikat vagy hajtásaikat, miközben tanáccsal látták el azokat, akik szeretnék megújítani kertjük növényállományát. Ezen felül egy előadás megtartására is sor került, mely egy igencsak égető probléma kezeléséről szólt, ami nem más, mint a vízmegtartás lehetősége a kertművelésben. A tavasz nagyon sokféleképpen várhatjuk. Vannak, akik kirándulásokat terveznek, mások nagy takarítást, és sokan alig várják, hogy újraélesszék a ház körüli kertet. Az utóbbiaknak adott segítséget az a magbőrze, melyet Hegymagason rendeztek meg szombat délelőtt a helyi művelődési központ nagy termében. Ennek a rendezvénynek a célja, hogy a helyi tájjellegű vetőmagokat cseréljék el egymás között a kerttulajdonosok, miközben megosztják egymással a tapasztalataikat és jó tanáccsal látják el a társaikat. A szervezőktől megtudtuk, hogy ezt a bőrzét nem csak a kertek szépítése érdekében szervezik meg évről évre, hanem a közösségépítés reményében is. Az előadás után szervezünk egy kis teaházat, beszélgetést, és ehhez készültünk kis szálastával, házi készítés és üteményekkel. Tehát ez a megbeszélés is igazából a tapasztalatcserét szolgálja. A klímaváltozás nem kerül el a kis településeket sem, ami természetesen kiad a hegymagasi magbőrzére is. Néhány évvel ezelőtt a mángold volt egy ilyen növény, ami újként került be, és nem lehetett a magját kapni forgalomba, vagy hát nagyon-nagyon elvétve. Illetve éppen most egy hölgy egy ősi búza fajtával is készült, úgyhogy ezek mind-mind izgalmasak ilyenkor, amikor előkerülnek. Ennek a rendezvénynek az egyik legnagyobb értéke, hogy a kerttulajdonosok önzetlenül hozzák el saját vetőmagjaikat, hajtásaikat, és ajánlják fel azoknak, akik szeretnének újítani a kertjeikben. Itt koriander, sütőtök, csili, erős paprika, illetve hoztunk eperfa és szilvával, illetve hoztunk egy kis kakukkfüvet és oregánót. Ezek mind a saját kertünkből vannak, most ezeket a mai nap, illetve tegnap este szedtük fel, úgyhogy abszolút frissek, ezekkel készültünk erre a magbőrzére. Nagyon nehéz volt őt megszólítani, mert sokan kérdezték, mi az, amire leginkább kíváncsiak itt, hogy a mag mellé még tanácsot is kérnek? Hát főleg itt a mángold, mint növény az, ami itt sok embernél újdonságként jelent meg, és ennek a különböző elkészítési módjait kérdezték tőlünk, illetve hogy ugye milyen a növénynek, tehát milyen talaj igénye van, nedvesség, egyéb, tehát igazándiból a mángold volt itt nálunk most a sztár növény. A szervezők igen komolyan veszik a tájékoztatást, ezért Kóródi Gergely geológust arra kérték fel, hogy az elmúlt nyár aszályos időszaka miatt adjon tanácsot, mit tegyenek a kerttulajdonosok a vízmegtartás érdekében. Tehát permakultúrás módszereket érdemes alkalmazni,
Ez talán már sokak számára ismert, terjedőben van. Ennek az a lényege, hogy nem folyamatosan újra kezdjük a természetes folyamatok utánzását minden tavasszal egy gyakorlatilag sivatagszerűre szántott talajon, hanem megpróbálunk egy folyamatosan építkező talajt, növényborítottságot csinálni, ami kicsit jobban hasonlít a eleve természetes növénytakarókra, és így képesek leszünk egy hosszú távon talán kisebb, viszont folyamatosabb, fenntartható, biztonságosabb termés átlagot létrehozni. Sok mindenre lehet mondani, hogy nem lehet elég korán kezdeni. Nos, ilyen a kertészkedés is. Ezek micsodák? Magok. Magok? Rá van írva az asfaltra a nevük. És ezeket ki csomagolta? Hát én med anya. És tudod, hogy milyen magok vannak benne? Erre pedig még az van írva sütőtöt. Aki szeret kertészkedni, kertészkedésről beszélgetni és eltölteni egy kellemes délelőttöt más kerttulajdonosokkal, az a következő évtél végén figyelje a hegymagasi kiírásokat, hiszen a magbőrzét újra megszervezik. Kis herceggel a föld körül. Ezzel a címmel invitálta a sümegi püspöki palota egy kellemes beszélgetésre az érdeklődőket. Nagy Péter író, világutazó sok érdekességet mondott el a méltán népszerű kisregényről. Itthon 1957-ben adták ki először a könyvet, de ma is ott van a fiatalok és idősebbek könyves polcain. Természetesen az érdeklődők megismerhették az író saját kötetét is, melynek a címe Én idők. Az a címe, hogy Kisherceggel a föld körül. Tulajdonképpen amit tervezek, az Kisherceg című könyvről beszélni a legelején, és utána pedig inkább a gyűjteményemről, mert nekem van egy elég nagy gyűjteményem, több mint 130 darab különböző Kisherceg világ különböző országaiból, illetve hát én is idegenvezetőként dolgozom, úgyhogy elég sokat utazom, meg így privátban is, és ezáltal ahol járok, onnan hozok. Már hogy a Kisherceg több mint 400 különböző nyelven, nyelvjárásban létezik, tehát végül is egy végeláthatatlan gyűjtemény lehetőségét teremti meg ezáltal. Úgyhogy bárhova megy az ember a világon, ott ismerik ezt a könyvet, és akkor tulajdonképpen ebben a gyűjteményben összeér a két hobbim. Ez a kettő pedig az utazás és a könyvgyűjtés. És talán harmadikként említhető a könyvírás. Az utazásokról szóló beszámolók után egy új kötettel jelentkezett Nagy Péter, amely az Én idők címet kapta. Ebben a könyvben egy-egy rövid történet van az év minden napjára. Tehát kicsit olyan, mint régen volt ez a minden napra egy mese, csak ez felnőtteknek szól, és akkor kapcsolódik a történet az adott naphoz abban az évben. És ezek ilyen rövid történetek. Tehát fogunk erről is beszélni az előadásban, hogy tulajdonképpen, hogyha az ember reggel van egy gondolata, vagy akár elolvas ebből a könyvből egy rövid történetet, tényleg 5 perc az egész, és utána aznap egy kicsit hozzátesz, kicsit gondolkodik rajta, akkor talán egy kicsit szebb lesz talán az élete, vagy egy kicsit elgondolkodik ilyen olyan dolgokon is, amik esetleg fontosabb. Sümegi Kata arról beszélt, hogy miért is tartják fontosnak, hogy ne csak kiállítótér legyen a palota. A látogatóközpont az nem csak a kiállításokat kínálja, ugye nyilván egy múzeális intézmény vagyunk, és a fősodrat az a Mennyei ügyek című állandó kiállításunk, ami ugye az év kiállítása díjat is elnyerte, tehát már önmagában ez vonza a látogatókat, de nem csak erre várjuk a vendégeket, hanem olyan programokat is kínálunk, amik vagy szorosan, vagy kevésbé szorosan, de köthetők valamilyen módon a palotához. Itt a kávézóban kifejezetten olyan hangulatos rendezvényeket szeretünk kínálni, hogy tényleg otthon érezzék magukat az emberek. Bejönnek, kávéznak, süteményeznek, beszélgetnek kedélyesen, és olyan vendégeket hívunk ide, akiknek valamiért fontos a mondani valója számunkra, akik érdekesek, akik megmozgatják az ember fantáziáját. Az előttük álló év programjaiból is adott egy rövid ízelítőt. Az egyik fő vállalásunk az, hogy a helytörténetet minél mélyebben és minél több oldalról próbáljuk meg bemutatni a vendégeknek. Ennek jegyében idén is lesznek kútba néző programjaink, ezt a sorozat címet adtuk tulajdonképpen a rendezvénysorozatnak. A
püspöki palota múltjának kútjába nézünk bele bizonyos alkalmakkor, bizonyos ablakokon át. Ennek jegyében lesz például márciusban egy nagyon érdekes előadás Badányi Bíró Márton könyvtáráról. Maul Bercsre is szeretnénk még hangsúlyt fektetni, ősszel készülünk egy találkozóra. A keresztes nővérek római katolikus leányiskolájának volt diákjait szeretnénk még egyszer vendégül látni a palotában. Ez majd szeptemberben a kulturális örökség napjai keretében lesz. És hát koncertekkel, mozi élményekkel, gyerekeknek való programokkal mindenfélével készülünk idén. És milyenek a palota programjai egy rendszeres látogató szemével? A palota programjai nekem különösen tetszenek, a kültéri hangversenyek, vagy akár a beltéri, a zöldiparit hallgattuk már, ő is nagyon, de ez az utazás is nagyon felcsigáz bennünket, hogy miről is fog szólni, mert mi magunk is nagy utazók vagyunk, így aztán emiatt is különösen érdeklődünk. De meg vagyok elégedve a palota program, amiken mi részt veszünk. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2023-ban immáron 10. alkalommal hirdeti meg alkotói pályázatát az iskolások körében. Idén olyan alkotásokat várnak, amelyeken keresztül az iskolások azt mutatják meg, hogyan menthet életet a füstérzékelő. A diákok 3 korcsoportban pályázhatnak, szabad kézirajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de akár filmet is forgathatnak. Az alkotói pályázatnak mindig nagy sikere van. A Veszprém vármegyében élő gyerekek különösen aktívak, tavaly is közel 250 alkotás született. Tájékoztatta televíziónkat a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Idén a kiírás változott a korábbiakhoz képest. Idén már csak az iskolás korosztályt biztatjuk az alkotásra, őket azonban 3 korcsoportban, a 6-10 évesek, a 11-14 évesek és a 15-18 évesek közötti korcsoportot hirdettük meg. A tavalyi évhez képest az is változás, hogy idén már prózai alkotásokat, illetve verset nem várunk, zárólag szabad kézirajzzal, egyéb kézműves alkotással lehet pályázni, de a fiatalok akár filmet is forgathatnak, és nagyon biztosak arra az iskolás korosztályt, hogy minél inkább próbálják meg a vizuális kreativitásukat használni. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság egyébként úgy döntött, hogy idén a füstérzékelő témakörét fogja előtérbe helyezni. A katasztrófavédelem az elmúlt időszakban egyébként is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a füstérzékelők fontosságát minél szélesebb körben megismertesse, hogy hogy menthet életet egy füstérzékelő az otthonunkban. Úgyhogy arra olyan alkotások készítésére biztatjuk a fiatalokat, hogy azt mutassák meg, hogy hogyan menthet életet a füstérzékelő, miért is fontos elhelyezni otthon minél több háztartásban ezeket. A pályaműveket április 21-ig lehet hozzánk eljuttatni, küldhetik postán vagy akár e-mailen is, de ha előzetesen egyeztetnek velünk, akkor akár személyesen is leadható a Veszprém vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóságon. Fontos, hogy a korcsoportot és a kategóriát mindenképpen jelöljék meg. Az alkotásokat eredetiben is el kell juttatni hozzánk. Ez azért fontos, mert először is egy területi bírálaton fognak átesni, és a területi legjobbak részt vesznek az országos döntőben is, és akár azzal nyerhetnek nagyon értékes díjakat, vagy külön díjakat is. Az az iskola egyébként, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot fogják benyújtani a diákok, elnyeri a legkreatívabb iskola címet is. Itt nagyon értékes ajándékot kaphatnak a diákok, hiszen egy tűzoltósági bemutató lehet egy egész napjukon az iskolájukban. Ez azt jelenti, hogy viszünk egy füstsátrat, lehetőség lesz tálcatűzoltásra, olajtűzoltásra. Megnézhetnek egy roncsvágási bemutatót, és izgalmas-e teheti a napjukat egy tűzvédelmi oktatás, amivel hát egy rendkívül rendhagyó képzést is kaphatnak.
Érdemes tehát alkotásra buzdítani a gyerekeket. A határidőt még egyszer kiemeljük, tehát április 21-éig várják a gyerekek munkáit a katasztrófa védelmi igazgatóságok. A Salföldi Kopjások Alapítvány szervezésében valósult meg a Balassi Bálint nap idén is, immáron sokadik éve. Koszorúzással, huszáravatással, csatabemutatóval, szabjavívással, lovas ügyességi versennyel tisztelegtek Salföldön a magyar törökverő nemes és költő emléke előtt. A rendezvény hamisítatlan középkori hangulatot nyújtott minden résztvevőnek. Mai magazinunkban ízelítőt láthatnak mindebből. Több mint 400 érdeklődő vett részt a Molnár Gábor iskola által szervezett Parasport napján Ajkán. A városban negyedik alkalommal megrendezett programnak ezúttal a jégcsarnok adott otthont. Az óvodás, általános és középiskolás csoportok megtudták, hogy a segítő kutya hogyan tudja megkönnyíteni a fogyatékossággal élő személyek napjait, megtapasztalhatták, milyen látássérültként élni. A résztvevőket számtalan sportos lehetőség várta, kipróbálhatták a bowlingot, a dartsot, a floorballt, a jégkorongot és a korcsolyázást is. A rendezvény célja az volt, hogy a közösen végzett sporttevékenység közben közelebb kerüljenek egymáshoz a fogyatékossággal élők és az épp fiatalok. Kedves nézőink, műsoridőnk végére értünk, hamarosan kezdődik a Zóna magazin. Nézzük, milyen témákat hoz mai műsorvezetőnk, Pung Zsófia. Köszöntöm nézőinket! Mai magazinunkban elsőként egy török-magyar csatába invitáljuk Önöket. Salföldön hagyomány, hogy minden évben megrendezik ezt a nem mindennapi látványosságot. Aztán bepillanthatnak velünk a Kőfest Folklub farsangi kavalkádjába. Megnézhetik, milyen volt régen az asszonyfarsang. Részletesen is mutatjuk a sikeres, első Caritasban hangulatát, és hallhatnak a közösségi összejövetel jótékony céljairól is. Tehát nem érdemes ma sem kihagyni a Zóna magazint, a híradó után én várom Önöket. Híradónk végén nézzük, milyen idő várható a következő napokban, március első hetében. Cseh Zoltánt hallják, a vmeteo.hu szerkesztőjét. Köszöntöm a Zóna TV nézőit! Eleinte egy sekély mediterrán ciklon alakítja időjárásunkat. A hétvégén már hideg front érkezik, és a változékony idő a jövő héten is folytatódik. A februárban tapasztalt tavaszias enyhesség egyelőre nem tér vissza márciusban. Nézzük részletesen, hogy mire számíthatunk. Csütörtökön többnyire borult, illetve erősen felhős lesz az ég felettünk, csapadék nélkül. A hajnali órákban kötfoldok is képződhetnek, gyenge marad a változó irányú szél, a hőmérséklet reggel kevéssel fagypont alá csökken, délután azonban 8 fokra számíthatunk. Pénteken is sok lesz a felhő felettünk, de a nap végén már szakadozik, csökken, csapadék nem érkezik, gyenge mérséklet északnyugati szél fúj, a hőmérséklet 3 és 9 fok között váltakozik. Szombaton száraz, többnyire napos időben lesz részünk. Fokozatosan megélénkül az északnyugati szél, fagyos lesz az éjszaka, mínusz 3 fokig is csökkenhet a hőmérséklet, délután még 10 fokig érkezik. Vasárnapra néhány fokkal visszaesik a hőmérséklet, sok felhő mellett, csapadék nélkül, élénk széllel kísérve, a reggeli 0 fokot délután 7 fok követi. Hétfőn zápor eső kíséreti a vonuló felhőket, illetve 2 és 5 fok. A folytatás átmeneti enyhülést hoz, a hét közepén azonban újabb hidegfront érkezhet lehűléssel. Köszönöm a figyelmet! Most nézzük híreinket ismét röviden. Caritas Bál. Sikeres együttműködés a jótékonyság jegyében. Helyi értékköreink. Közös kiállítást tervez Nyirád és még 2 település. Kezdődnek a tavaszi munkák. Magbőrzét tartottak Hegymagason. Alkotói pályázat. A katasztrófa védelem várja az iskolások műveit. A
Balaton, a Balaton felvidék, Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, a digitális kábelrendszeren, tehát a televízió készülékeken minden reggel 8 órakor, 12 és 15 órakor, valamint este 7 órakor láthatják ismétléseinket. Kérjük, lájkolják Facebook oldalunkat és kövessenek minket az Instagramon és a TikTokon is. Érdemes honlapunkra kattintani, ez a jól ismert zonatv.hu, és böngészni korábbi anyagaink, aktuális híreink között. Most következik a Zóna magazin, legközelebb is várjuk Önöket. Viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Mai műsorunkban, március első hetében is tartalmas témákat kínálunk Önöknek. Ez itt a Zóna magazin, és már mutatjuk is a kínálatunkat. Körültekintő. Balassi napot tartottak Salföldön. Asszonyfarsang. Ismét sikere volt a Kőfest Folklubnak. Religió. Jótékonysági Caritas Bál Sümegen. A Balaton felvidék, Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az Önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapján képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az Ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Közel 15 éve rendezik meg a Balassi Bálint napot Salföldön. Idén is népes sokaság vett részt a programon. Felsorakoztak különböző hagyományőrző lovas és gyalogos csapatok, megkoszorúzták Balassi emléktábláját, majd a csatamezőre vonultak, ahol egy török-magyar ütközetet láthatott a közönség. Ezt követően még összemérték erejüket a kopjások szabjavívásban, lovas küzdelmekben. És hogy kik is azok a kopjások, összeállításunkban már is mutatjuk.
Ünnepélyes pillanatok a Balatonfelvidék egyik legszebb kis falujában. Tisztelgés a török verőnemes és a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelőjének emléke előtt. Majd indulás a csatamezőre, filmbe illő jelenetek, melyek hűen tükrözik a régmúltat. Valasit választottuk példaképünknek, mert a török időknek a végvári huszárjait jelenítjük meg. Tehát van egy lovas csapat, különböző korosztályokat tanítunk lovagolni, egész kicsi gyerektől kezdve, és így mindig van utánpótlás. Már a szülők hozzák a gyerekeiket, sőt már unokák ülnek a lovon. Reméljük ezt a játékot saját örömünkre még sokáig fogjuk folytatni. A harcosok felsorakoztak, és aztán el is kezdődött a csata. Dörögtek az ágyuk, ropogtak a fegyverek, majd a gyalogos küzdelmek vették át a főszerepet. Köztudott, hogy Balassi Bálint végvári kapitány volt, sok csatában részt vett, ősi halált halt a végén, tehát őt nem csak mint költőt tekintjük példaképünknek, és egy török-magyar összecsapást láthatunk, amiben természetesen a magyarok győztek. Hogy adódik, hogy ilyen sokan kíváncsiak erre? Mi a titka ennek? Ugye ez egy történelmi játék tulajdonképpen. Hát a magyar történelemnél érdekesebb nincs, és a kultúránk egyik fő forrása, amire egyébként idegenforgalmat is lehet építeni, az a színes történelem, amit őseink átéltek. És mi ezt újraérjük, megjelenítjük, eljátszuk az öröm kedvéért. Tehát ez nem egy turista látványosság, akik itt vannak, azok környékbeli lakók, hozzátartozok, ugye ha egy kis unoka lóra ül, akkor ott a nagypapa, nagymama biztos, hogy ott van, meg a kis testvérek, és így kerül ez a sok ember ide. Itt a Balassi napi csatarendezvényen egy a magyar csapatnak egy népfelkelő alakulatát vezettem, strázsamester vagyok egyébként, és lóról szállt huszárként teljesítek szolgálatot. És mit jelent az ön számára ebben a játékban részt venni? Ez a hétköznapok része számunkra, mármint azoknak a hétköznapoknak a kicsit kiemelkedő ünnepi kicsúcsosodása, de egyébként igyekszünk úgy élni, hogy ezek a dicső érzések erőt adjanak a mindennapokhoz, és feltöltsék az év mindennapját. Úgyhogy a hagyományőrzés az nekünk egy ilyen lelkület, és ilyen módon folyamatos. Most a kisfia vette a kezébe a pisztolyt. Mennyire öröklődik mindez? Hát itt látható módon magától plusz lelkesítés nélkül megy a dolog, mert ez bevonza, beszippantja a fiatalságot. A csillogó fegyverek, csörgő, zörgő felszerelés, és a többi az hozzájön a szóbeli, meg a lelkesültség, ami a kultúrával átadódik. S hogy mennyire beszippantja mindez, amit itt láthattunk a fiatalokat, ehhez bemutatjuk e három legénykét. Mit kell tudnunk egy salföldi kopjásról? Az, hogy hősiesen küzdünk a török ellen, nem hátrálunk, nem hagyunk ott fegyvert, és védjük a társainkat. És mióta vagy ebben a csoportban? Hát tavaly előtt, mert... Van egy tábor, és abba. És mit jelent ez neked, mindaz, amit most itt az imént láthattunk? Nekem sokat jelent, mert ilyet ilyen gyerekek néha nem is tudnak átélni ilyen jót. A tesóm már 3 vagy 4 éve itt ide jár, és anyukám meg itt dolgozik, és akkor elhoztak minket is, és megkértek, hogy álljunk be. És te tervezed, hogy te is kopjás leszel? Igen. És miért jó szerinted így fiatal emberként, fiúként, hogy részt vehetsz ezekben a küzdelmekben?
Hát mert vannak, akik ilyet sokan nem élhetnek át, meg hogyha ebből is lehet tanulni, hogyha bekövetkezik ilyen dolgok. Ha régi időben éltél volna, középkorban éltél volna, akkor szerinted mi vált volna belőled? Hát lehet lovasütéz, vagy kopjás. Attól függ, hogy mi lehetnénk, hogy alapból milyen származásból születtünk. Ha paraszt voltunk, akkor valószínűleg nem lehetnénk harcosok, de ha nemesek közül tartoznánk, akkor majdnem mindegyik nemes elmegy katonának. Itt persze a törökök is magyarok, és hogy ki milyen szerepet tölt be, az attól is függ, milyen lova van. Somogyi Győzőnek ugye szürke arab lovai vannak, és bármikor, amikor itt a balasi napokon a csata van, akkor ugye a szürke arab lovak a magyar végvári vitézek, és hát akiknek színes lovaik vannak, pedig ezek szerintem sokkal szebbek. Nekünk sárga lovunk van, sárga lóval csak a töröknek lehet beállni. A község polgármestere is jelen volt a nézők között. Hangsúlyozta, a Salföldi Kopjás Egyesület minden évben visszatérő programja a legnagyobb rendezvényük. Hogy Somogyi Győző, ugye, hogy mikor ide költözött 40 éve, akkor ő elkezdett így gazdálkodni, lovakat tartott, és akkor egyszer csak jött az ötlet, hogy legyen Kopjás Egyesület. Ő egyébként Huszár Egyesületben is benne van, és nagyon sok fiatalt ide vonzott, akiket így kitanított erre a szakmára, ha szabad így mondanom, a kopjás szakmára. És nagyon jó nyáron ilyen hadi táborok vannak itt a faluban, ahol meg a fiatalok megtanulják ezt a középkori harcmodort. Úgyhogy ennek most már nagyon régi hagyománya van itt a faluban. Mi a véleménye a látottakkal kapcsolatban? Hát, régi restanciám ez. Somogyi Győzőt, hagyományőrzését, alkotó munkáját, Dalma asszony munkáját évtizedek óta ismerem. Sőt, amikor Vigán Petenden a Pajta Diák Tanya Alapítvány keretében elkezdtük a plébánia galériát, akkor alkotásaik is voltak. Akkor a művész, most pedig a hagyományőrző, a magyar történelemnek legszebb gondolatait és pillanatait, így tehát a magyar és török harcokat, Balassit pedig éltetve, így szinte az egész Dunántúlt mozgósítva hagyonyán őrzőivel. Hát ez egy fantasztikus. Tele a szívem, lelkem ezzel a tavaszi programmal, és megemelem a kalapomat, a csákómat pontosabban, hogy így szép programot láthatunk itt Salföldön. Idén is folytatódik a nagy sikerű Kőfeszt Folklub sorozat, melyet 2021. júniusában kezdett el a Határtalan Hangok közhasznú alapítvány. Minden hónapban, lehetőség szerint más településen, egy-egy tájegységnek vagy ünnepkörnek a szokásait mutatják be. Ezúttal a farsang volt a főszerepben hangulatos népzenével, egyedi asszonyfarsanggal és az elmaradhatatlan, kedvelt kézműves foglalkozásokkal. Yeah.
A hangulatos program csak úgy, mint eddig is, közös énekléssel, daltanulással indult, ezúttal Pál Eszter vezetésével, a zenekar pedig Szalonna és bandája. A farsangi ünnepkör dallamait szólaltatták meg, a közönség pedig szívesen bekapcsolódott a közös danolászásba. A mai helyszín rendhagyó, tudtuk meg a szervezőtől, Csúri Ákostól. Már nem is tudom, hogy hanyadik folklubunk, de most már lassan a 20. felé járunk. És azért vagyunk most Tomajon, mert a energia nehézségek miatt Badacsony Tomaj előrelátó volt, és itt mind a két rendezvény helyszín a januári is, meg most a februári is egy jól fűtött helyiség, így nem kellett kihagynunk emiatt. Aztán meg kimegyünk persze a szabadtérre, ahol az igazi eredeti épített környezetben lehet ezeket a folklubokat tartani. Nagy sikere volt a kézműves foglalkozásnak is, ezúttal állarcokat készíthettek a gyerekek. És mi úgy gondoljuk, hogy így a fülükbe megy a népzene, a népdalok szövege, ezzel ők csak jól járnak, plusz még csinálhatnak valamit, amit hazavihetnek. Egy kellemes farsangi programot keresünk a kislányunknak. És mire kíváncsiak elsősorban, mit várnak ettől a mai alkalomtól? Hogy jól érezze magán. És mennyire tartják a farsangi szokásokat, mennyire fontos, hogy így közösen is alkossanak? Az óvodai farsangot azt egy nagyon kellemes programnak tartottuk, és a beöltözés, a készülődés az mindig is egy élmény lesz a gyerekeknek. Érdeklődés kísérte a nem mindennapi asszony farsang előadást a Tördemic Néptánc Együttes jóvoltából. Ilyenkor a férfiak nem mehettek sehova, ugye oda be nem mehettek, mert akkor megbüntették őket, az, hogy levezkőztették, ugye? És igen, ez volt. Hiába tagadjuk, ez volt. Hát igazából ilyenkor nem szabadott őket megszólni, az az ő napjuk volt. És nagyon sok gyűjtés nincsen róla, maximum 2, amiről tudunk. Mi még gyűjtöttünk hozzá, most is varázslás lesz, ilyen jó kívánságok mondása, stb. Hát most egy ilyen színpadiasodott változatát fogjuk előadni, amit Szabó Csaba rakott össze, a tánctanárunk, egyben a koreográfusunk, az együttes vezetőnk. Egy nagyon színpadiasodott változata, ugye, ugyanazokkal a régi elemekkel. Are you sure?
csillagainak. Annyi tojása legyen, mint égen a csillag, régen a fűszál, Atya Isten! Dodó megy az erdőbe, korsót vissza a kezébe, üsd meg jobban a Dodót, ha dobja el a korsót. És ez szólok, te se szólj, hozzá nem illik a szó, és ez szólok, te se szólj, hozzá nem illik a szó. Bármi, bármi, de beteg, nem elheti a leves, vizet innan, vizet. A 16. századi kincsleleteket tártak fel Nemes Vámos település határában, adta hírül a Lackó Dezső Múzeum. A múzeummal együttműködésben fémkeresővel végzett műszeres lelet és lelőhely felderítést Nemes Vámos határában Krámli Zoltán, amikor egy meredek, bokrokkal és fákkal benőtt részen, közvetlenül a felszíni avarban ezüstérmékre bukkant. A kincslelet 154 darab ezüstérméből, egy díszes ezüstgyűrűből és egy ezüstmedálból áll. A pénzek között nagyrészt 16. századra keltezhető példányok találhatók. Az érmék nagy része jó minőségű, néhány példányon figyelhetők csak meg sérülések és módosítások nyomai. Már vége van a farsangnak, de még hoztunk egy összefoglalót nézőinknek a február 18-án megtartott sümegi Caritas bárról. A szórakozás mellett komoly célja is volt a rendezvénynek, méghozzá a kárpátaljai menekültek megsegítése. S bár a meghívón első jótékonysági Caritasbál szerepelt, mint kiderült, korábban volt már előzménye. Mutatjuk a részleteket. A 2019-ben a helyi Caritas csoport szervezett egy jótékonysági Caritas bált, és az nagyon jól sikerült, de aztán utána a Covid miatt sajnos már nem lehetett megszervezni. Így az év elején arra gondoltunk, hogy szerveznénk újra a városban egy jótékonysági Caritas bált, de nem álmodtunk ilyen nagyot, hanem mi sümegi viszonylatban gondolkodtunk, és mi hívő emberek ugye mondjuk tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, csak gondviselés van. Összefutottunk Polgár Imre elnök úrral egy rendezvényen, és felkértük, hogy legyen a sümegi Caritas bálnak a fővédnöke. És akkor elnök úr azt mondta, hogy jó, rendben, de akkor legyen a helyszín a hotel kapitány. Kicsit megijedtünk, mert azért ilyen színvonalas bárra nem gondoltunk, de megkerestük Böjte Évát, a kapcsolódott Imre báékat, és nagyon pozitívan mellé álltak azonnal a kezdeményezésnek. Elmondtam érsek atyának is a gondolatunkat, ő pedig azt mondta, hogy jó, rendben legyen sümeg, de akkor legyen megyebál, megyei jótékonysági Caritas bál. A bál célját így foglalta össze röviden az atya. Leginkább a célunkat bízom, hogy meg fog valósulni, hiszen ez most valóban egy nagyon aktuális dolog, amire a gyűjtést szervezzük, különösen is a tombola jegyek árusításából, hisz most itt vagyunk a háborús helyzetben, és az egyházmegyében is nagyon sok kárpátaljai magyar testvérünk lelt menedékre, ideglenesen vagy végérvényesen, akiket igyekszünk minél jobban, minél rendszeresebben segíteni és támogatni, és a bál bevétele az ő megsegítésükre fog történni. A bállal kapcsolatos érzéseit három szóval jellemezte Szijjártó László atya. Ez az öröm, a hála és a köszönet. Öröm azért, hogy végre együtt lehetünk, és a Covidot nagyjából magunk mögött tudhatjuk.
Hála azért, hogy sokan meghallották a hívószót, és elfogadták a meghívásunkat. Köszönet pedig mindazoknak, akik eljöttek, akik tombolatárgyakkal segítették a rendezvényünket, és mindazoknak, akik befogadtak bennünket, tehát a házigazdáinknak. Én tényleg csak a hála és a köszönet hangján tudok most megszólalni. Pap Imre várkapitány, a Bálnak helyet adó hotelkapitány, Superior Wellness szálloda tulajdonosaként több okot is említett, amiért a jótékonysági bál mellé álltak. Itt van a háború, csak a háborút említsem elsőként, aztán talán még jobban kellene gondolni a földrengésre, ami Törökországban és Szíriában van, és hát nagyon sok olyan család van, akik megérdemlik azt, hogy a Caritas segítse őket, és ez az első ilyen alkalom, hogy a Caritas a hotelkapitány helyet ad, és már meg is beszéltük, hogy ez hagyományteremtő, és a jövő évben, meg az utána következő években a Caritas válasz mindig itt lesz. A papcsalád eddig is fontosnak tartotta, hogy segítséget nyújtson a bajba jutottaknak. Ez akkor csúcsosodott ki, amikor Covid volt, és akkor szinte havonta minden szegény családnak, sümegen ez olyan 70-80-90 család, minden hónapban vittünk élelmiszercsomagot. Aztán ez azóta is folyamatosan, főleg a nagyobb ünnepek alkalmával, de mindenképpen húsvétkor, karácsonykor és hát egyéb más napokon is. Beszélt arról is, hogy sümeg élhetőbbé, szebbé tételében is igyekeznek segítkezni, részt venni. A jótékonysági bál fővédnökeként dr. Udvardi György érsek úr az adományozás szerepéről beszélt. Nagyon fontosnak tartom a célt, a menekülteken való segítést. Nagyon fontosnak tartom, hogy a Főegyházmegye Caritas vezetője és a csoportok hatékonyan tudjanak segíteni a rászorulókon. Ezt egy bál keretében tudjuk megtenni, illetve egy jótékonysági alkalom keretében, ahol miközben ünnepeljük azt, akik mi magunk vagyunk, gondolunk azokra, akik nehéz helyzetben vannak. És szeretném egy ilyen bál megrendezésével azt is szorgalmazni, segíteni, hogy olyan gondolkodás és olyan kultúra fejlődjön, erősödjön, ahol nem csak fölöslegünkből adunk, hanem adott esetben nagyobb lelkűséggel tudjuk megosztani javainkat. Én remélem, hogy ez így történik, és a szép közös élmények pedig erősítenek bennünket, bátorítanak és új lehetőségeket is nyitnak, hiszen a bálban új kapcsolatok is alakulnak, nem csak a fiatalok között, hanem hát mindenki, aki örömmel vesz részt, örömmel tudunk egymásra tekinteni, és éppen a kapcsolatok adják azt az erőt, hogy nagy lelkön tudjunk ajándékozni, adományozni. Remélem így lesz. A báloknak közösség és kapcsolatépítő szerepe is van. Az egyház a hit átadásában szükségszerűen kapcsolatra épít, és szükségszerűen közösségeket hoz létre. És amikor a Főegyházmegyénk területén élő hívek együtt szeretnének ünnepelni, azt gondolom ez a hitnek az ünnepe is. És nagyon örülök, hogy itt lehetek azokkal a testvérekkel, a hívőközösség tagjaival, vagy érdeklődőkkel, akik az egyházban otthon érzik magukat. ...2023-ban Veszprém Európa kulturális fővárosa. De ez a cím nem csak a városé, hanem a régiói is. Több mint 120 település kapcsolódik be a programokba.
és ez új lehetőséget teremt a hosszabb távon is fenntartható kapcsolatokra, amelyek erősítenek bennünket a nehéz időkben. Nagyon sok olyan pont van, ahol tudunk találkozni, ahol éppen a találkozás kultúráját tudjuk erősíteni, vagy éppen azt a ragyogást, ami a kulturális főváros mottója, tudjuk megjeleníteni a tekintetekben, az arcokban, de a lelkünk ragyogásában. És én azt is szeretném szorgalmazni, hogy ez a kapcsolatrendszer, ami az egyházmegyénkben van, hiszen a plébániák között, a szervezetek között, az önkormányzatok között, illetve a főegyházmegye is az önkormányzatok között van, ez egy olyan kapcsolati kultúrát is erősítsen, ami a jövőt építi. A ragyogás az számunkra mindig a bibliai értelemben vett jeruzsálemi ragyogás, ahogyan Izaiás prófétánál olvassuk, ragyog Jeruzsálem, mert elérkezett a te megváltód. Ez a megváltás fölötti öröm, ami képes erőt adni nekünk ahhoz, hogy a mindennapi életünket örömmel tudjuk élni. Polgárdi Imre, a Veszprém vármegyei önkormányzat elnöke, aki szintén a BÁL fővédnöke volt, a Karitásszal eddig is meglévő jó kapcsolatukról beszélt. Mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk, úgy értem a Veszprém vármegyei önkormányzat nagyon jó a kapcsolatot ápol a helyi Karitásszal, a Veszprém megyei Karitásszal. Régóta, évek óta van egyfajta együttműködés, mi próbálunk egy picit segíteni a magunk szűk lehetőségei mellett, táboroztatunk gyerekeket, egyéb rendezvényeken veszünk részt. Ez több éves kapcsolat, és támogatjuk ezt a fajta segítségnyújtást is, amit tapasztalunk a Caritástól a kárpátaljai magyarok irányába, és amikor fölmerült a BÁL megrendezésének a lehetősége, akkor én örömmel vállaltam el László atyának a felkérését, és azt is el kell mondani, hogy a helyszín az meg szerintem kiváló. Azt is kiemelte, hogy Veszprém vármegye lakóinak adakozása példaértékű. Az adakozás, az pedig azt látom, hogy a megyénkben jelentős, tehát nagy hajlandóság van. Lehet, hogy más megyék, más vármegyék polgárai is szívesen adakoznak, én ezt nem vitatom, de a mi vármegyénkben ezt meg megtapasztalom, hogy ez valóban így van. Kis dolgok, nagy szeretettel, Teréz anyának ez a szavai ezek, de én azt gondolom, hogy ezt folytatni kell ebben a ritmusban, ahogy eddig tettük a Caritásszal együtt. Elárulta, hogy bár volt benne egy kis félelem a bállal kapcsolatban, de látva a szép számmal összegyűlt bálozókat, már jó leső várakozássá alakult. Hát volt bennem egy druk, bár az előzetes hírek már az elmúlt napokban nagy érdeklődésről tettek tanúbizonyságot, vagy nyugtattak meg engem, és most örömmel látom, hogy ez így van. Jó érzésem van, szerintem ez egy sikeres rendezvény lesz, láttam, itt apró gyerekek készülnek a műsorra. A papcsalád mindig kitesz magáért, amikor itt egy ilyen rendezvény van, úgyhogy nekik is hálás köszönettel tartozunk, meg mindazoknak az önkénteseknek és adakozóknak, akik ma itt vannak. A bár résztvevőit a házigazda papcsalád nevében Böjte Éva, a szálloda igazgatója köszöntötte. Beszédében megerősítette azt, ami már többször is elhangzott az este folyamán, hogy a bállal hagyományt akarnak teremteni. Kiemelte ő is, hogy milyen fontos az adakozás ezekben az időkben. Az ukrán-orosz háború és természeti katasztrófák nehezítik meg mindennapjainkat. Ezért ezekben az időkben az adakozás és a segítségnyújtás még nagyobb szerephez jut, mint ahogy azt gondolnánk. Vállalkozásaink rendszeresen támogatnak jótékonysági célokat, nemes ügyeket, nehéz sorsban élő családokat és embereket. És szeretnénk arra megkérni mindenkit, hogy lehetőségeihez mérten tegye ugyanezt. Megkérte a bálozókat, hogy köszönjék meg tapssal azon vállalkozók és magánszemélyek felajánlását, akik ebben a nehéz gazdasági helyzetben is támogatták a bál céljait. Zagyva Rihárd, az Országos Caritas igazgatóhelyettese azt emelte ki,
hogy a jótékonykodás a szeretetünk kifejezése is egyben. Egy ilyen jótékonysági bál, ez nem csupán adománygyűjtés, hanem ez egy összefogás, és mi ennélkül az összefogás nélkül nem tudnánk nagyon hatékonyan segíteni, és például a háború esetében ez az egyik, a 8 súlyponti területünk közül ez az egyik, hogy katasztrófa helyzetben segítsünk, segítséget szervezzünk. Most érkezett például a csapatunk földrengés, sújtott a Törökországból haza a héten, de ugyanúgy folyamatosan egy év óta jelen vagyunk a kárpátaljai és az ukrán menekültek segítségnyújtásában is. És hát igen, nagyon sok múlik rajtunk közösen, mindannyiunkon, a társadalmon, hiszen egyrészt akik érkeznek, nagyon sokan magyarok és ukránok is természetesen, de ők a mi társaink, embertársaink és nemzettársaink, másrészt pedig az ott maradottak, és nagyon fontos, hogy róluk is gondoskodjunk. És azt gondolom, hogy ez az összefogás, ami például egy jótékonysági bálon, egy adománygyűjtésen, vagy bármilyen segítségnyújtási akción keresztül megvalósul, ez nem csupán egy pénzbeli összeg lesz a végén, hanem ez egy tényleg egy kézzelfogható összefogás lesz, amiben kifejezték az emberek a szeretetüket. És ez a lényeg valahol, hogy hitünk és szívünk szerint megtegyünk valamit másokért. Felvidék, Sümegés térségek körzeti televíziójának weboldala már az önök kezében van. Friss információkért csak egy kattintás a zonatv.hu-ra, és már is minden elérhető. Televíziós műsoraink és az aktuális kis hírek mellett hirdetési felületeink is várják partnereinket. Együttműködésünk alapját képezik a bannerek, valamint a rovatokhoz társítható reklámblokkok. Miközben nézőink böngésznek oldalunkon, közben elérhetik az ön szolgáltatását, termékeit. Professzionális, egyedi megjelenést biztosítunk. Várjuk mindazokat, akiknek fontos a webes jelenlét. Zonatv.hu. Egy újabb platform, ahol kapcsolatot teremtünk. Várjuk hirdetőink jelentkezését megújult 4-keretes képújságszolgáltatásunkkal. Felületünk alkalmas lakossági apró hirdetésekhez, vállalkozói megjelenésekhez, szolgáltatások népszerűsítéséhez, közérdekű információk közléséhez. Műsorainkat követhetik nézőink Sümegen, Ajkán és Tapolcán, valamint a környező községekben, összesen már 80 településen. Tehát ha hirdetésről van szó, akkor is Zóna Televízió. Kedves nézőink, ma ezeket a témákat kínáltuk önöknek. Köszönjük, hogy követik adásainkat. Kérjük, segítsenek a videócsatornánkon és a közösségi oldalainkon a megosztásokkal, hogy minél többen láthassák műsorainkat. Ha lemaradtak volna korábbi anyagainkról, kattintsanak weboldalunkra, a már jól ismert zonatv.hu-ra. Reméljük, egy hét múlva szerdán ismét velünk lesznek. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!